A következő percekben F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő sajtóközleményét közöljük önökkel. A tiszai vízi közlekedés rendjéről szóló ITM rendelet legújabb szabályozásáról kompromisszumos megoldás született az érintettek aktív bevonásával. Közös érdekünk, hogy a Tiszatónál szabadidős tevékenységet végző személyek, az ide érkező turisták biztonságban egymás pihenésére kellően odafigyelve tölthessék idejüket. Az érintettek, szolgáltatók, kikötőüzemeltetők, a tiszai vízirendészeti kapitányság szakemberei egyetértettek abban, hogy ennek egyik kiemelt feltétele, hogy 2011-ben megalkotott tiszai vízi közlekedés szabályozó rendelet módosítását kezdeményezve újra szabályozott és egyértelmű kereteket teremthessünk mindazoknak, akik a Tiszatónál és az élő Tiszán keftelési célú vízisport tevékenységet folytatnak. Ennek eredménye, hogy az elmúlt időszakban egy a kiindulási verziónál jelentősen kedvezőbb jogszabályt június 8-ai hatályba lépését segíthettem elő.